Sziasztok! Nem lesz prezentáció. Szóval nagyon örülök én is ennek a konferenciának, hadd kezdjem ezzel, mert nagyon ritka dolog, hogy ilyen hasonló témákban ennyi ember jön össze, főleg nem az, tehát hogy az főleg ritka, hogy mindez Budapesten kívül történik. De ezen már próbálok túllépni, bár tényleg lenyűgöz. Szóval, hogy kapcsolódva az eddig elmondottakhoz, azzal szeretném kezdeni, hogy ma már valóban nem az a kérdés, mint ami korábban volt sokáig, hogy milyen nyersanyagok vannak, és azok kibirtokolja. Nem az a kérdés, hogy milyen infrastruktúrák kötik össze a nyersanyag lelőhelyeket, amin azok esetleg helyet tudnak változtatni, meg az emberek helyet tudnak változtatni. Nem is az a kérdés, hogy az internet, tehát a virtuális térhez kapcsolódó infrastruktúrák kiépülnek-e, ezek is nagyjából megtörténtek. Persze van különbség a között, hogy ez a zsebemben van, az iskolámban, a munkahelyemen, vagy ilyen közösségi internet elérési helyeken, könyvtár, művelődési ház, ilyesmi, de nagyjából mindenki számára elérhető. Az a fő kérdés, hogy mindezt hogyan használjuk, és mire használjuk, és hogy azáltal, hogy az információ terjedés gyorsasága, tehát felgyorsult, egyszerűbbé vált, olcsóbbá vált, hogy ezzel mit kezdünk, hogy ezt mire használjuk. És tulajdonképpen az a fő kérdés, ami már szintén elhangzott, hogy hogyan tudjuk ebben a nagy változásban, erőforrások szűkülésének az időszakában tulajdonképpen azt megérteni, hogy erőforrás bővülés és virágzás van, nem válság, hiszen önmagunkat és egymást tehetjük erőforrássá azáltal, hogy kinyitjuk a meglátásainkat, az ötlet kezdeményeinket, az ötlet csiráinkat, és ahhoz keresünk partnereket, hogy ezek megvalósulhassanak akkor is, hogyha esetleg mi egyedül nem tudunk tenni azért, hogy valami ától az ég megvalósuljon. Igen, nagyon azt emelném ki, ami a konferenciának is a szlogénje, vagy a fő kiemelt mondata, hogy ez a fejekben dől el, pont az előbb elmondottakból következően, ezek attitűd, mindset, gondolkodás, módbeli berendezkedés függvénye, hogy egy problémát hogyan oldunk meg, vagy egy igényt hogyan ismerünk fel, és hogyan próbáljuk meg betölteni azt a szerepet, ami csökkenti, tehát kielégíti azt az igényt, ami nincs kielégítve. De ma rengeteg jó példát hozott, és a nap folyamán rengeteg jó példa lesz még itt előttünk, előttetek, és tényleg azt nagyon fontos megérteni, mielőtt ez csak egy kis háttér ahhoz, hogy az innovatív generáció programot miért hoztuk létre, és milyen értékek szellemében működtetjük, és szeretnénk országos hálózattá fejleszteni, hogy abszolút nem kell megoldásra rendelkezni önmagatokban. Egyáltalán nem kell kész tervvel előállni. Nem szabad addig várni azzal, hogy valamivel előálljunk, hogy az már vállalható legyen. Hibázni nem ciki, hanem hibázni nagyon is kell, és hasznos dolog, és a tanulságokat minden jobban meg kell osztani mindenkivel, hogy mások már onnan indulva hibázhassanak tovább, vagy éppen kerülhessenek el az útjukba kerülő hibázási lehetőségeket. És önmagában azt megállapítani, hogy valami probléma van, vagy valami valahol nem működik, vagy valamilyen igény mutatkozik, valamire hiány van, ez már nagyon nagy hozzáadott értéket tud képviselni, egy igény kielégítésében, vagy egy probléma megoldásában. Tehát, hogyha én azt veszem észre, hogy ahogy az utcán járókelek, mondjuk a járókelő példáját ide visszahozva, hogy hát nem oldódnak meg ezek a közterületi problémák olyan hatékonyan, mint azt szeretném. Betört egy autóbusz megállóban az üveg, vagy valaki összefestette a padot, vagy egy cigarettacsik miatt felgyulladt a kuka, és lehet, hogy eltelik két nap is, mire az információ eljut az önkormányzathoz, vagy az illetékes szervhez, hogy ez megoldódjon. És hogyha önmagában ezt a problémát kihangosítom, és kiteszem, vagy ebben egy visszajelzést adok az összes érintett félnek, vagy ebben van valami megoldás kezdeményem, akkor azzal egy nagyot tudok lökni azon a folyamaton, amelyik ezt a problémát végül megoldja. És nagyon sokat beszélünk arról, hogy üzleti szféra és profit szféra, mint itt az A-szektor és B-szektor, és hogy nincs a kettő között sok szempontból különbség, ezek egyre inkább közelednek egymáshoz. A DAMO által elmondott példák mindegyike nem csak remek problémák megoldásai, mármint a problémák remek megoldásai, hanem egyben üzleti lehetőséget is rejtenek magukban. Akár az Airbnb, akár a többi elmondott példa, az már most jó üzletként is értelmezhető, vagy tart a felé, hogy jó üzletként is értelmezhető legyen. És lassan eljutok oda ebben a kis háttérfelvillantásban, ahová szeretnék, hogy miután felismertük a problémát, vagy az igényt, amit szeretnénk megoldani, vagy kielégíteni, még nagyon-nagyon sok nehézség áll előttünk, amit nagyon nehéz egyedül megoldani, és egymásra vagyunk utalva, egymásra vagytok utalva, és hogy ezen bőven van mit
ezzel kapcsolatban fejleszteni saját magunkon, saját magatokon. Még egyetlen egy gondolat, miatt elmesélem nektek, hogy mi az Innovatív Generáció Program, hogy mi az a társadalmi innováció, és hogy mi köze van ennek a startupokhoz, meg ahhoz, amiről eddig hallottunk. Nem tudom, hogy hányan érezték magukhoz közel azt a világot, amit dr. Kádas Péter posztjának felolvasásával megidéztek a színész hallgatók, vagy leendő színészek. Sok idegen szó volt benne, ez az egész világ szándékosan is azt a kontrasztot mutatta meg, hogy ahhoz képest, hogy miről, hogyan gondolkodunk hétköznapi módon, ez mennyire kicsit más világ, miközben mégis annak egyre inkább a részévé válik. És pont ez, ami minket már 2010 óta a Kreatér Társadalmi Innovációs Ügynökséggel foglalkoztat, hogy van egy ilyen buborék, amit eltávolíthatunk magunktól. Mondhatjuk, hogy mi nem vagyunk globális sikerre törő technológiai startup vállalkozók, de mégis az, amit ez a szektor tanulságokat felhalmoz, ezek nagyon pozitívan tudják megtermékenyíteni az élet, a társadalom és a gazdaság majdnem minden szegmensét. Tehát, hogy azok a tanulságok, amik egy ilyen információs társadalomban, ahol az információ gyorsan, olcsón és egyszerűen eljut egyik embertől a másikig, az egyik földrajzi helytől a másikig, ott ezek a típusú vállalkozások olyan önmagukon túlmutató tanulságokat halmoztak fel, amit egy magyarországi civil szektorban működő civil szervezet is nagyon jól tud használni, egy állami szférának a részét képező intézmény is nagyon jól tud használni abban, hogy megújítsa a saját szerepét az ügyfeleihez, az érintetteihez, vagy a kedvezményezetteihez való viszonyát, és hogy valami tekerjen azon a valóságon, ami körülveszi őt, meg azokat, akiknek ő szolgáltat, vagy segítséget nyújt, vagy támogatást nyújt. Társadalmi innovációt minden olyan új dolgot, tehát minden meglévő problémára, vagy kielégítetlen igényre való reakciót, ami valami újdonságot tartalmaz, valami új módon próbál megoldani akár régi problémákat, és ennek vagy a létrejöttének a módja közösségi, tehát interakción alapul, vagy a hatása társadalomnak pozitív. Ezeket tekintjük társadalmi innovációnak, ez egy nagyon széles ernyő, ebben mi beleértjük azokat a civileket, akik fenntarthatóságot keresnek, és ennek kapcsán termékeket és szolgáltatásokat szeretnének kitalálni, beleértjük a startup vállalkozókat, beleértjük a társadalmi vállalkozókat, akár a kollaboratív gazdaságon belüli területtel foglalkozó vállalkozásokat, és nagyjából mindenkit, aki legalább egy részterületen szeretne önmagán túlmutató tanulságot felmutatni, paradigmát váltani, kis mini forradalmat csinálni. És nagyon nagy kérdés, tehát hogy hogyan tudjuk használni és más szektorokba importálni, tehát átimplementálni a startupoknak a tanulságait, és azt gondoljuk, hogy ennek az általános szintje az ugyanaz. Tehát nagyjából ugyanazon az alagúton, akadálypályán kell végigmennie annak, aki szeretne egy ilyen konferenciát szervezni, meg annak, aki szeretne beindítani egy globális terepre szánt, mondjuk applikáción alapuló szolgáltatást. Vagy vannak olyan bizonyos fázisok, amik tanulhatók, ehhez kellenek olyan készségek, amik fejleszthetők, és vannak olyan értékek, amik elsajátíthatók, és ezek mind-mind támogatják az összes ilyen megvalósítást. A Kreatér Társadalmi Innovációs Ügynökségként 2010 és 12 vége között azon voltunk, hogy azt gondoltuk 2010-ben, hogy nagyon egyszerűen mi egy ilyen katalizátorok leszünk. Egyik szektort a másikkal összekötjük, egyik szereplőt a másikkal összekötjük, és ezt a próbáljuk őket közelebb hozni egymáshoz, és társadalmi innovációk, ilyen pozitív, nagyon hatékony projektek létrejöttét segíteni azáltal, hogy őket összehozzuk. Azt gondoltuk, hogy sok ötletgazdát gyűjtünk magunk köré, meg ötletkezdeményt, őket fejlesztjük, meg segítünk nekik egymást fejleszteni, és utána ilyen projekt ötletekkel megyünk majd mondjuk az üzleti szféra jeles képviselőihez, nagy márkákhoz, nagy vállalatokhoz, akiket ráveszünk arra, hogy ne csak óriás plakáton kommunikáljanak nagyon sok pénzért, ne csak olyan projekteknek adjanak pénzt, ami sok pénzt, amelyikben hátrányos helyzetű csoportok vannak, és egyébként a pénz rajtuk nem biztos, hogy annyit segít, mint amennyit segítene egy jó gondolat, vagy egy érdemi együttműködés, és akkor majd ők elájulnak ezekről az ötletektől, és megvalósító partnerként állnak oda egy-egy ilyen társadalmi innovációs projekt mellé. És az első két éves kudarc tapasztalataink, vagy ellenszél, amit megéltünk, vitt minket arra, hogy fókuszáljunk a legfiatalabb korosztályra, tehát mondjuk a 20 és 35 év közöttiekre, akik még nem döntéshozók nagyvállalatoknál, civil szervezeteknél, egyéb helyeken, de arra lehet számítani, hogy 5-10 év múlva azok lesznek. És számukra meghirdettünk egy olyan gyakornoki programot, így indult az Innovatív Generáció Program, amelyikben azt ígértük nekik, hogy
hogy egy olyan gyakornoki programban vehetnek részt, ahol érdemi bevonás mellett és képzés mellett kerülhetnek tulajdonképpen magukhoz közelebb, vizsgálhatják meg, hogy bennük lakik-e vállalkozó, lakik-e innovátor, és fejleszthetik az ehhez szükséges készségeket és képességeket, és emellett pedig projekteken dolgoznak, egymás projektjébe besegítenek. Innen indult az első innovatív generáció program, ezt utána azóta még három követte, most zajlik a negyedik, Budapesten indult most a negyedik, és Szegeden és Debrecenben is most indult az első, mert azt láttuk, hogy nem csak, hogy van rá igény, nem csak, hogy meg tudjuk csinálni, és jól tudjuk megcsinálni, mert akik elvégzik, azt mondják, hogy iszonyú sok mindent kaptak, és olyan dimenziók nyíltak meg, és olyan pályákon indultak el, amik akkor is segítenek nekik, hogyha utána nem lesznek vállalkozók, hanem visszamennek dolgozni, akár egy multiba, akár egy saját szabályszerűségei alapján működő civil szervezethez, vagy bárhová máshova, hogy valahogy jobban megértik azt, hogy hogyan lesz az ötletből megvalósulás, hogyan lehet együttműködni több embernek, több szereplőnek. Ez az innovatív generáció program, ez egy 12 hetes, 3 hónapos program. 3 típusú résztvevője van. Vannak benne egyéni résztvevők, ők azok, akiket ez az egész szektor, ez az egész gondolkodás vonz, de nincsen se ötletük, se csapatuk. Vannak ötletgazdák, nekik van ötletük, amit szeretnének megcsinálni, vagy azért, mert nem tudják elengedni, vagy azért, mert tényleg aktívabban szeretnék megcsinálni, de nincs csapatuk, és nem tudják, hogy mi a következő lépés, hogyan induljanak el. És vannak csapatok, akiknek van ötlete is, és van csapata is, de vagy megrekedtek, vagy még indulás előtt állnak, és túl nagy feladatnak látják azt, hogy ebben ők maguk lépjenek előre. És őket hozzuk össze egy közös csapatban, az első csoportban 20-an voltak, a legutóbbiban 50-en, most éppen 35 körül vannak egyszerre jelen abban a térben, ahol zajlik hétről hétre ez a program. És ők keddenként vesznek részt egy másfél-két órás képzésben, amikor ezt a hogyan lesz az ötletből megvalósulás ívet járjuk együtt végig, megvizsgáljuk, hogy mi az, hogy validáció, ami azt jelenti, hogy folyamatosan megtartjuk a kapcsolatot a piaccal, vagy az ügyfélkörrel, vagy az érintetti körrel, amelyiknek szeretnénk adni valamit, és nem engedjük el ezt a kapcsolatot, tehát nem csak piackutatunk, és aztán arra építünk fel valamit, hanem folyamatosan figyelünk a reakciókra, és visszacsatornázzuk őket, megvizsgáljuk, hogy hogyan kell egy ötlet mögé fenntarthatósági modellt, vagy üzleti modellt tenni, megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet az ötletet jobban előadni, és prezentálni, pitchelni, akár 2 percben, akár 2 mondatban, akárhány ember előtt, megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet globális terepre tervezni egy ötletet, és arra koncentrálni, hogy ne csak helyben működjön az ötlet, amit kitaláltam és megvalósítottam. Szóval, hogy 12 hét alatt 12 témával ezt az évet járjuk körbe, és közben az előbb említett első típusú résztvevők, az egyéni résztvevők munkába állnak, bedolgoznak egy általuk választott projektbe, akár ötletgazda projektjébe, akinek nem volt embere, akár a csapatokhoz állnak be, akiknek volt saját maguknak is erőforrásuk, de nagyon örülnek több embernek, több perspektívának. Ezért ennek a programnak az a fenntarthatósági modellje, hogy a résztvevők fizetnek részvételi díjat, programhozzájárulást, és a végén pedig van egy verseny, amivel az első helyezett megnyerheti a befizetett részvételi díjak, programhozzájárulások 20%-ával létrehozott igen alapban összegyűlt pénzt, ez több 100 000 forint szokott lenni, mondjuk 2 és 400 000 forint közötti összeg, amire mondhatjuk, hogy nem sok pénz, de egy induló ötlet szintől épp, hogy csak elrugaszkodott megvalósuló félben lévő projekt számára, ez jelenthet nagyon sokat is, hiszen lehet, hogy egy fejlesztést, egy valamilyen befektetés lehetővé tesz, ami nagyot lendít a dolgon. Elképesztő jó hangulatú közeg jön létre az igen programokon. Olyan légkör van, ami nagyon nem olyan, mint az ezen kívüli légkör. Mondjuk ez a légkör szerintem hasonlít, de még nem elég aktív, és még nem elég összekapcsolódóak az itt ülő emberek, ti, de remélem, hogy ez a nap folyamán javulni fog, de hogy ott tényleg az egymás felvetéséhez, ötletéhez való nagyon pozitív hozzáállás jellemző, a konstruktivitás, egyértelmű érték, hogy a hibázás az nagyon pozitív dolog, és semmiképpen nem ciki kérdezni, hogyha valaki valamilyen fogalmat nem ért, akkor természetes, hogy felteheti a kezét, vagy akár készfeltétel nélkül is bemondhatja, hogy ez
hogy ezt valaki mondja el magyarul, hogy érthető legyen, mert abban, amit az előbb mondtam, hogy nagyon fontos, hogy hogyan hasznosítjuk azokat a tapasztalatokat, amiket a startup szektor kitermel, önmagán túlmutató tapasztalatokat, vagy bárki, aki próbálkozik és hibázik, nagyon fontos, hogy szakszavak, belsőkörös, összekacsintós ismételgetésével ne távolítsuk azokat, akiknél nagyon fontos lenne, hogy megértsék, hogy miről van szó. Még egy néhány példát fogok mondani, hogy milyen projektek születtek vagy erősödtek meg az igen programok során, de előtte a társadalmi innovációhoz még egyetlen egyet beszúrnék utólag, hogy ha azt mondom, hogy innováció, akkor ti nagyon sok mindenre gondolhattok, de valószínűleg az átlagember először a mély tudományos vagy mély szakmai innovációra gondol. Tehát, hogy gondol az okostelefon processzorára, gondol a wifi technológiára, gondol annak a reflektor belsejében lévő égőnek a kialakítására, lézer, bio, nano technológiai cuccok jutnak először az emberek eszébe. A társadalmi innováció ezzel szemben az az innováció, ami a mi innovációnk, ami a ti innovációtok. Az az alap gondolat áll mögötte, hogy abban a hétköznapi valóságban, amelyikben ti éltek, felkeltek reggel és este leszeküdtök, és minden, amin a kettő között napközben végigmentek vagy éjszaka, az abban ti találkoztok termékekkel, szolgáltatásokkal, amiket használtok arra, hogy a szükségleteiteket, az igényeiteket kielégítsétek. És ezek hagynak űrt maguk után, és mindenki szakember abban, hogy ebben a valóságban mi lehetne egy pici fejlesztése a dolgoknak, és mi vihetne egy picit előrébb téged, vagy téged, titeket, vagy minket. Tehát, hogy ez a mi innovációnk, a társadalmi innováció, ez nem egy tőlünk távoli elefántcsontoronyba zárt tudományos vagy szakmai valami, aminek csak a végeredményt tudjuk megvenni a boltban, hanem ehhez mindenki hozzá tud tenni, és itt nincs, lehet persze felelősséghárítás, de hogy ez nagyon nyitott arra, hogy mindenki hozzátegye azt, amit tud. Az igen programban, az eddigi három befejezett igen programban, ami Budapesten fejeződött be, ott például a korábban említett járókelő.hu már kétszer is részt vett. Egyszer azzal, hogy ezt a nagyon jó ötletet, ami elindult, és egy visegrádi alapos pályázat által megtámogatva létrejött maga a platform, de hogy úgy megrekedt, és nincs mögötte fenntarthatósági modell, üzleti modell, hogy ebből hogyan tudják majd megengedni azok, akik ezt csinálják, hogy csak ezzel foglalkozzanak, vagy legalábbis foglalkozzanak ezzel. És akkor ezt járták körül, és ezt találták ki, vagy ezt fejlesztették tovább. Utána pedig azzal a projektjükkel jöttek vissza, hogy hogyan tudják a járókelőt Budapesten kívülre is elterjeszteni, tehát elhinteni a járókelő.hu ígéretét vidéki önkormányzatoknál, és meggyőzni vidéki városokban élő embereket, hogy kezdjék el használni ezt a platformot, ami elvileg mindenhol használható, hiszen a Google térképét használva ez nem korlátozott földrajzi felhasználású, de mégis az, hogy az önkormányzatok vagy az illetékes hatóságok szakemberei válaszolnak az e-mailekre, azt be kell járatni, és hogy ezt a kampányt dolgozták ki. Nagyon érdekes, ha már Békés megye, a Slow Budapest vagy a Slow Mozgalom példája. Krajcsón Elli, aki Békés Csabai, ő Budapest 20 éves, 21-22 évesen költözött Budapestre, és nagyvállalatoknál a reklámiparban helyezkedett el, és a saját példáján tapasztalta, hogy ez az üzleti élet által, a korábban említett fogyasztói társadalom által pörgetett hajtás, hajszolás, értelmetlen felgyorsulás, ez milyen rossz hatással van saját magára. Fizikai tünetei voltak annak, hogy nem bírja ezt, hogy állandóan e-mail közelben kell lenni, és meetingről meetingre megy, és közben belül lelkiismeret futlása van, hogy nem tud elmélyedni egy problémában, és már nincs ideje magára, a családjára, a barátaira, stb. És ez a kontrollvesztett hajszoltság állapotára próbált egy megoldást adni, és nem csak azt találta ki, hogy ő hogyan fog megoldást adni rá, hanem elkezdett azon gondolkodni, hogy ez biztos másoknak is probléma, és erre egy rendszer szintű választ kezdett el adni, és aztán amikor ebben eljutott egy előrehaladott pontig, akkor jött rá, hogy ez egy nemzetközi mozgalom is van erre, és akkor ennek ő megalapította a magyar tagozatát vagy részlegét, ez a Slow Mozgalom vagy Slow Budapest Mozgalom, ami a nemzetközi Slow Mozgalomnak a magyar része, ami arról szól, hogy szerezzük vissza a kontrollt a saját életünk felett, és hogy nem mondja meg a tutit, nem mondja meg, hogy ki hogyan lassuljon vissza az értelmes szintre, csak azt mondja, hogy felkínálok 1000 lehetőséget, ahol az első, ami közül választhatsz, hogy a te személyiségedhez, életedhez melyik első lépés illik, csak valahogy kezd el, hogyha akarod. És persze nem kell, nem egy szekta, nem egy erőszakos mozgalom, csak azoknak próbál segíteni, akik a felismerésig eljutottak. Ez is egy nagyon jó projekt, és ez is az igenben ébredt el nagyon sok olyan fontos dologra, amivel azóta is lendületben van, és fejlődik, és terjed. És akkor még egy további
példát említenék, a szárnyas fejvadászt. A szárnyas fejvadászt nem tudom, hogy hányan ismerik. Ismeri valaki a szárnyas fejvadászt? Nagyon jó. Röviden, a szárnyas fejvadász egy olyan hobby projektként indult, 4 fiatal lány kitalálta, hogy a fejvadász cégek a magasabb státuszú, ilyen multiknál lévő pozíciókat, álláshirdetéseket, azokat nyomon követik, és arra próbálnak embereket szerezni. De mi van azokkal az álláshirdetésekkel, amik ilyen eladó, fodrász, pénztáros, amik a fejvadász cégek radarjának, tehát radar alatti szintjét érintő álláshirdetések, amikkel találkozunk az utcán kiragasztva, és le lehet tépni a telefonszámot. És a szárnyas fejvadász arra jött létre, hogy egy Facebook oldalon bárki beküldhet ilyen fotókat ilyen hirdetésekről, és ezáltal látogatottságot emel, ezeknek a hirdetéseknek a látogatottságát növeli. És ezzel iszonyúan megnőtt a látogatottságuk, a támogatottságuk, nagyon sok lájkjuk lett és a Facebookon, és iszonyú sok állás betöltésénél játszottak ők közvetítő katalizátor szerepet úgy, hogy pénzt nem kerestek vele, és nem volt fenntartható, ez tényleg a hobbiuk volt. Egy idő után már a nap túlnyomó részét azzal töltötték, hogy ezt az oldalt és ezt a közösséget menedzselték, és aztán jött tavaly tavasszal, az a nagy hóvihar március közepén, amikor sokan az utakon rekedtek, és nagyon sok állami és nem állami platform, amelyik ilyenkor arra hivatott, hogy segítsen az embereken, az vagy nem működött, vagy csak nem tudott eléggé jól működni, és akkor a szárnyas fejvadász platformja hirtelen átváltott életmentő platformá. Ott amúgy is nagyon sokan voltak jelen, és figyelték másodpercről másodpercre, tényleg percenként kb. 5 álláshirdetés jelenik meg, hogy pillanatokat átváltottak, és elkezdtek életmentő platformként működni, és koordinátákat közölni, hogy hol milyen autó akadt el, hol van kisgyerek, hol kell pokrót, benzin, étel, ital, és fölment a támogatottságuk 30 ezerről vagy 60 ezerről 140 ezerre, azóta 160 ezeren lájkolják őket, és az egész így elszállt. Tehát, hogy tényleg annyira élet költözött beléjük, ami megfeleltethető egy technológiai startup cégnek is akár. Tehát, hogy rátaláltak egy igényre, egy problémára, amit nagyon jól kielégítettek, amire nagyon jól választottak, és nagyon érdekes kérdés az, hogy belülük is hogyan lesz üzlet, hogyan lesz akár nem for profit, de fenntartható üzlet. És az Igen Egyesület ennek a mikéntjét, hogyan nyert és együttműködő módját, meg az értékvilágát hivatott tisztázni és megértetni mindenkivel, aki itt ez érdekel. És azzal fejezném be, hogy Szeged és Debrecen után nagyon szeretnénk, hogy további helyeken megjelenjen az innovatív generáció képzés. Ez egy általunk 2 éve fejlesztett módszertan, amit nagyon szívesen átadunk bárkinek, aki úgy érzi, hogy bármilyen térségben ennek az élére állna, és vállalná, hogy a helyi igényekre szabja ezt a módszertant, és tovább fejleszti azáltal, hogy helyre is szabja. Úgyhogy remélem, hogy ennek lesz olyan értelemben folytatása, hogy ha lesz a következő közösség média művelődés konferencia nyáron, akkor addigra már arról számolhatunk be, hogy vagy lement egy innovatív generáció igen békés vagy igen békés Csaba program, vagy az előkészületek már eléggé előre haladottak ahhoz, hogy nem sokára elindul. És nagyon szeretném, hogy nagyon sok projekt jöjjön ki ebből a közegből is, amiket ti alkottok, és legyen úgy, ahogy Sándor mondta, hogy induljanak el ötletek, megoldások, projektek. Köszönöm szépen!